kicsit közelebb hozzuk a történetet. Üdvözlet mindenkinek, szavaztok! Előveszük a satyekomat, ezt a kis fehér satyekomat. Mint látjátok, ilyen, hát igen, Hungária, igazából így. Ha ki tudjátok olvasni, akkor tök jó, valami így is lehet. Hát a fehérre a szúnyogok jönnek, hogy a radarosabb, de azért húzom fel, mert hiába, hogy jó idő van, és hogy süt a nap, azért kell, hogy ne kapjunk a lágyulást. Hoztam egy papírkát, amire ráírtam új videósok neveit, az új youtuberek felfedezése első rész. Első emberke, akinek a videóját megtaláltam, beleférek a bőrömbe? Kérdője van, igen, ugye Málta, ahova ő elutazott, és gyönyörű Málta, az ő egy videóját láttam, videóit majd meg fogom nézni, és hát most igazából egy nap alatt nem lehetne egy videós, összes videóját megnézni, és az egész munkásságát végig követni, beleférek a bőrömbe. Ezt a máltai videót láttam tőle, majd azért megnézem a többit is, úgy bele-bele nézegetek, mert azért nem tudom, mennyi videó lehet a csatornáján, biztos, hogy sok van, azért azokat végignézni egy nap alatt lehetetlen lenne. Iszak Eszter, Atén vlog, ugye ő Aténban volt, Iszak Esztert szerintem mindenki ismeri, nem kell bemutatni, egész jó videó lett, bár néha egy kicsit ugye a szélzaj megzavarta a videófelvételt. Chills. Outfit és fotózás, ő pedig ilyen outfit, tehát öltözés bemutatása, cipő bemutatás, valamilyen fotózás és egyébként Chills. Csilla, vagy Chillus, Chills. Szerintem a nevéből van a Chills rövidítése a csatorna címében. Maris, ugye Virágos díj, a címa a videójának, Csecse Attila is mellette ül, és vele készítenek valami Virágos díj, valami kis őrültséget. Azt néztem, hogy valami papírlapra rárakták a kanalat, és a kanálnak a végére pedig ráraktak egy csészét, megpróbálták ráragasztani, de a csészés ujja lehúzta. Ja. Ultravelók Portóban jártak, ők kezdő videósok, mert aztán ez az első videójuk, lehet, hogy nekik is van már több. Svédországi életünk, ők pedig 24 órás gyors kajáldás videót csináltak. Egész sokáig megnéztem, szinte a közepéig, és nem sok kellett, hogy végignézzem. Na, az ő videójuk volt az egyetlen az eddig felsoroltak közül, ami teljesen le tudott foglalni, mert itt van. A hatos számú az, ami, hát egy kicsit hiba van, ott volt egy hetes szám, amit átúztam. A hatos szám az, ami lefoglalta úgy az érdeklődésemet. Egy család, akik az autóban ülve mentek és megálltak külföldön, rendelgettek, és mindig az előtte lévő autósoknak a rendeléseit kérték ők is. Nagyon érdekes videót csináltak, és nekik is meg fogom nézni a videóikat. Lehetett volna még több videóst írni, ilyen új felfedezett youtubereket, akiket így megtaláltam, vagy csak így egyszerűen valahogy oda keveredett a csatornájukra az egér, és valahogy így kiadta őket. Nagyon sok olyan videós van, akikről igazából én nem tudok, vagy lehet, hogy sokan még nem is tudják, hogy ők vannak, de ez az első rész, ez szerintem egész jó lett. Jó, most papírra írtam, igen, tudom, hogy ez ilyen elég érdekes, de beférek a bőrömbe, mondjuk ez a máltai videó egész jó, bele-bele pörgettem. Isak Eszter videóját is kicsit belepörgettem, Chills videójába is belenéztem egy kicsit, Maris videójába is belenéztem, ugye Csecse Attilával készítettük a videót. Ultravelók Portó videóba is egy kicsit belenéztem, de majd, hogyha lesz időm rá, akkor végignézem az úgy mondott videókat, vagy kiválasztom, hogy melyik videót érdemes megnézni és figyelni és követni a csatornát. Aztán feliratkoztam a Beleférek a bőrömbe, és a Svédországi életünk, és az Ultra Velók Portó csatornájára. Svédországi életünk zseniális, tehát Svédországban laknak? Ja, lehet, magyar család. És szerintem egész jó videót csinálnak, és egész jó videó lett ez a
dolog, közben meg fúj a szél, úgyhogy elnézést kérek ezért. Ennyi lett volna ez a rövid kis videó. Ugye van ötletetek, hogy milyen új youtuberek felfedezés legyen, mi legyen a második rész, hogy tudtok-e olyan youtubereket, akiket mondjuk én nem láttam, de ti megtaláltátok őket és követitek őket, vagy egy-két videójukat láttátok, akkor legyetek kedvesek a kommentbe leírni, vagy a videó alatt a leírásba bekattintva Instagramon, vagy a Facebook oldalamon megírni nekem, nyugodtan leírhatok 6-7, akár 10, vagy akár 20 darabot is, és abból kiválasztok egy 6-ot maximum, vagy plusz egy ráadás, akkor 7-7 videós csatorna nevét, és akkor azt fogom véleményezni, és meg fogom nézni egy videójukat. Mondjuk úgy, hogy bele-bele nézegetek, hogyha valamelyik lefoglal és végignézem, akkor arról is elmondom a véleményemet. Most egy pár perce, maximum egy 15-20 perce nézegettem ezeket a videókat, és gondoltam, legyen egy ilyen ötlet dolog, tehát legyen egy ilyen új felfedezés dolog. Tudom én jó, hogy nem egy nagy dolog, de ja, milyen kis tatyók, amit egy kicsit fúj a szél, ami kellemes, és tök jó dolog. Na mindegy, ennyi lett volna ez a videó, tudom, hogy gyorsan ledaráltam, de sietni kell mindig. Na jól van, találkozunk a következő videóban.